Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfresh.hu-ról, kezemben pedig az Acer Spin 5 Series egyik darabja, ugye itt van a bekapcsoló gombunk ezen a jobb oldalon, úgyhogy ha velünk szemben van a gép, akkor bekapcsoljuk, akkor itt van is nekünk egy állapotjelző ledünk, ugye meg egy töltöttség állapotjelző ledünk. Szépen bebootol a gépünk, és már láthatjuk is, hogy följött a Windows. Azért nem lehet mondani, hogy lassan bootol a gép ezzel a teljesítménnyel, nagyon profi. És már be is töltött a Windows 10 operációs rendszerünk, most már használhatjuk a gépünket. Ugye, mint beszéltünk róla, teljesen eldönthetjük, hogy akár érintőkijelzőt akarunk használni, vagy akár sima desktop módban akarjuk használni a Spin 5-ösünket. A kijelző betekintési szöge az nagyon jó, valójában a színekkel is teljesen elégedett voltam, amíg nálam volt a gép. Ugye a 10 órás üzemidőt én nem tudtam elérni, de valószínűleg itt a készeléti állapotra gondolt a gyártó, meg arra, hogyha csökkentett, illetve energiatakarékos módban használjuk a gépet, én ezt így nem tettem meg, de így is mondom, a 7,5 órát ilyen átlagos használat során elértem. Valójában a Spin 5-ös az azoknak jó, akik irodába akarnak egy könnyű hordozható gépet, és touch felületen esetleg tesztelni akarnak, vagy úgy is akarják használni a gépet. Én a legjobban azt szerettem benne, én a sátorüzemmódot szeretem ebben a 360 fokos elfordítható kijelzőben. Valójában, mivel én ugye informatikus vagyok, egyrészt szeretek éjszaka dolgozni, másrészt pedig, hogyha éjszaka is dolgozok, akkor többnyire nem asztalon dolgozok, hanem mondjuk befekszek az ágyba és mondjuk megnézek egy filmet, közben még azért dolgozgatok, és ez a sátorüzemmód, ez nagyon jó. Ugye itt van nekünk a processzor hőelvezetésünk, hát valójában itt a processzorunkról annyit kell tudni, hogy ugye 512-es SSD, 8 GB DDR4 memória. A processzor az néha azért megszólal, szóval a ventilátorunk az néha beindul, főleg ilyen YouTube videók nézegetése közben, vagy egyéb ilyen dolgok közben, hogyha túlmelegszik egy kicsit a gép, akkor eléggé zavaróan fel tud pörögni a ventilátor, de nem tart sokáig, egy ilyen 10-20 másod vagy 30 másodpercig pörög, lehűti a gépet és utána üzemel tovább. Szóval ez sem mondható olyan zavarónak, de talán ezt az egy zavaró tényezőt fedeztem fel ezen a gépen. De teljes mértékben használhatjuk tablet üzemmódban is, és nagyon jól reagál az érintésekre, ez a multitouch kijelző, ez a fényes kijelző, meg jó a betekintési szög, de erről már beszéltem. Hát valójában még tényleg jó benne, hogyha valaki akarja használni ugye a billentyűzetet, akkor lehet használni a billentyűzetet, és láthatjuk, hogy tényleg háttérvilágítással rendelkezik a billentyűzet, szóval megvan az oldva, hogyha valaki éjszaka akar dolgozni a Spin 5-tel. A pánt rögzítések, illetve zsanér rögzítések nagyon stabilak, nagyon jónak tűnnek, nem tudom, hogy ugye évekre visszamenőleg ez mennyit fog kiszolgálni. Azt tudni kell, hogy az Acer Shopnak az oldalán erre a készülékre, erre a szériára 3 év garanciát ad az Acer, szóval ezért már valamit ez elárul, szóval biztos nem lesz vele probléma, de ugye van beépített mikrofon, videóhívás, és itt van nekünk az 1,3 megapixeles webkameránk, ugye itt a kijelző tetején, ugye a HDR minőségben. Úgyhogy egy jó kis gépnek mondanám én a Spin 5-öst, valójában mondom, elég stabil, hordozható, 1,6 kg, és a kiegyensúlyozásra akartam még kitérni, hogy egész jól megoldotta a gyártó, hogy láthatjuk, hogy azért a Spin 5 nem nagyon akar eldőlni. Ugye a kijelzőnk érintőkijelző és alumínium hátborítása van, ugye itt fém borítása van, és nagyon jó lett a kiegyensúlyozás. Szóval azért ritka olyan géppel találkozni, mondjuk most már egyre több olyan géppel találkozunk, ami érintő kijelzővel van ellátva, ugye forgatható, vagy esetleg leszedhető, és már egyre jobb megoldják ezt a kiegyensúlyozási problémát. Ugye a régebbi szériáknál, amikor még jöttek be ezek a gépek, akkor eléggé eldőltek. De ez a Spin 5-nél nagyon jól sikerült az Acernek. Varga Tamás voltam az itfresh.hu-ról, és akkor majd mindjárt belenézünk az aljába, egy kicsit szétszedjük, meg megnézzük a BIOS-t is, hogy milyen az Acer Spin 5-nek a belseje, egy kicsit milyen az elrendezés, meg ugye a BIOS-t is megnézzük. Varga Tamás voltam az itfresh.hu-ról, sziasztok!